Top 10 legbrutálisabb középkori kínzóeszköz. A középkorban sokkal súlyosabb következményei voltak a bűncselekményeknek, mint manapság. Az emberek számtalan kegyetlen és brutális kínzóeszközt alkottak meg a vétkezők megrendszabályozására. Olyan horrorfilmbe illő eszközök ezek, amik manapság csak a legdurvább rémálmainkban jönnek elő. Előre szólok, hogy ezt a videót csak és kizárólag erős idegzetűek nézzék meg, mert lesz egy-két elég felkavaró leírás. Szóval lássuk is a 10 legbrutálisabb középkori kínzóeszközt. Kifejezetten a nők megkínzására hozták létre az úgynevezett melltépőt, aminek már a neve sem ígér semmi jót. Ezt a vasból készült csipesszerű kínzóeszközt felmelegítették, mielőtt használni kezdték volna, hogy még nagyobb fájdalmat okozzon az áldozatának, akiket lekötöztek, mielőtt alkalmazták volna a melltépőt. Ennek a szörnyűségnek a rokona a vaspók, ami igen találó megnevezés, hiszen a kínzóeszköz valóban egy pókra emlékeztet. Bronzbikát az ókori Görögországban találták fel. A nevéhez hűen ezt a bika alakú kínzóeszközt bronzból készítették, a belsejét pedig üregesre faragták, és egy ajtón keresztül lehetett beletenni az áldozatokat. Majd miután az elítélt bemászott a bronzból készült bikába, bezárták az ajtaját, és tüzet gyújtottak alatta, aminek hatására a benne lévő áldozat szépen lassan ropogósra sült. Ez egy iszonyatosan hosszadalmas és fájdalmas halál. A bikát szándékosan úgy alakították ki, hogy a haldokló sikolyai is kihallatszódjanak a szerkezetből, ezáltal elég tételt véve a bűnelkövetőn. Az élve megnyúzás módszere a középkori Közel-Keleten és Afrikában volt kifejezetten népszerű. A módszer egyszerű és brutális volt. Az áldozatot egy forgalmas téren, a kezénél fogva felkötötték, majd egy éles kés segítségével különböző darabokat hántottak le a bőréből. Ez óriási kínnal járt, és nagyon sokáig elhúzódott. A járókelők pedig szörnyűködhettek az áldozat üvöltésén és a szörnyű megcsonkított testén. Az 1600-as években vált elterjedté az úgynevezett Júdás bölcső, amit főként a spanyol inkvizíció idején használtak előszeretettel. Az áldozatot a piramis alakú szerkezet tetejére ültették, és mondanom sem kell, hol kötött ki a piramis csúcsa. Ezután súlyokat helyeztek az áldozat lábára és a karjaira, hogy szépen lassan, a gravitáció segítségével minél lejjebb húzódjon az áldozat teste, és minél beljebb hatoljon a piramis csúcsa. Ezt a módszert gyakran használták vallatásra is, mivel a súlyok cseréjével szabályozni lehetett az áldozat kínját. Bár alapból nem volt gyilkolásra képes a Júdás bölcső, ám akit komolyabban megkínoztak vele, az a kínzást követő fertőzésbe szinte biztosan bele is halt később, mivel az eszköz sosem tisztították. A krokodilcsőnek nevezett eszköz jóval ritkábbnak számított, mint az eddig felsoroltak. Ez egy tüskékkel telepakolt henger volt, amit az áldozat felső teste köré húztak úgy, hogy a feje és a lába kilátszódjon belőle. Az elítélt mozgásképtelenné vált, miközben a tüskék szépen lassan átszúrták a testét. Sok esetben még tüzet is gyújtottak és azzal melegítették a hengert, hogy még erősebb fájdalmakat éljen át az áldozat. Valószínűleg sokan hallottatok már a kerékbetörésről, mivel ez volt az egyik legnépszerűbb középkori kivégzési forma. A kínhalálra ítéltet a földre fektetett gerendákra, aládulcolt rácsozatra vagy folyékekkel ellátott X-alakú vérpadra kötözték, széttárt karral és lábbal. Majd az éles peremű kerékkel összetörték a végtagjait, ügyelve arra, hogy az elítélt életben maradjon és csak később halljon meg. Utána pedig a kereket, rajta a megcsonkított testű áldozattal egy forgalmas helyre tették, hogy mindenki láthassa, így jár az, aki vétkezik. Kifejezetten brutális, látványosan embertelen kivégzés volt ez. Kerékbetöréshez hasonlóan brutális kivégzésnek számított a karóba húzás. Ez egy pokolian lassú és fájdalmas kínzó és kivégző eszköz volt. Nem volt ritka, hogy 2-3 napig, de akár egy hétig is élhetett az áldozat, miközben teste karóba volt húzva. A kivégző karót az ember altestében vezették be, a gerincoszlop mellett, olyan módon, hogy a létfontosságú belső szerveket ne sértse meg, hiszen akkor hamarabb belehalt volna az elítélt a sérülésekbe. Korabeli ábrázolásmódok arról árulkodnak, hogy a karót a nyak és a lapocka körül vezették ki az emberből, de az sem volt ritka, hogy az áldozat száján jött ki. Horrorisztikus kivégzési mód, pláne a hosszú szenvedés miatt.
Hasonlóan a Júdás bölcsőhöz, a spanyol szamár is főleg a gravitációra hagyatkozott. Egy négy lábon álló, fából készült, a tetején V alakú szerkezetre ültették az áldozatot, általában nőket. Ezután lesúlyozták a végtagjait, és a V alakú vonal szépen lassan lyukat vájt az áldozat testében. Ezt a szörnyű kínzóeszközt is a spanyol inkvizíció idején használták, és általában eretnekeket kínoztak meg vele. És ha már eretnekekről volt szó, akkor meg kell említeni az eretnek villanévre keresztelt kínzóeszközt is, amit szintén az inkvizíció idején használtak. Az eszköz két villából és egy övből állt, amit az áldozat nyakára kötöttek. A villa egyik vége az áldozat állába fúródott, míg a másik vége a szedcsontjába. Hátra kötött kézzel, térdelve kellett elszenvedni ezt a kínzást, amire főként az istenkáromlókat és a hazudozókat ítélték. Bár a fertőzés veszély itt is magas volt, ez nem számított halálos kínzásnak, ezért sok esetben kivégzés követhettem, akár kerékbetörés formájában. Talán a legismertebb középkori kínzóeszköz a vasszűz, vagy angolul Iron Maiden, ami egy legendás metal együttes megnevezése is. Manapság sokan kétségbe vonják, hogy a vasszűzet valaha is alkalmazták. Egyes elméletek szerint az 1800-as években találták ki a tüskékkel teletömött szarkofágot, hogy ezzel azt szimbolizálják, hogy régen, a középkori időkben minden sokkal rosszabb volt. Bár valóban brutálisnak tűnik, hogy az áldozatra rázárják ezt a tüskékkel teli koporsót, hogy aztán azok átszúrják a testét, és szörnyű kínok között halljon meg, de a vasszűz használatára utaló bizonyítékokat nem találtak a kutatók. Persze több kiállításon is megtekinthetőek ezek a félelmetes eszközök, de lehet, hogy alkalmazásuk valóban csupán mítosz és legenda. Remélem ezzel az utolsó ponttal azért icipicit visszaadtam a hiteteket az emberiségben, ha már az előző 9 ponttal elvettem. Mert tény, hogy már az ókortól kezdődően szörnyű fájdalmakat okozunk embertársainknak napi szinten, és ezeket a brutális cselekedeteket annó még iszonyatos kínzásokkal is büntették. Az erőszak viszont erőszakot szül, és valószínűleg többek között ezért is nevezik sötét középkornak ezt az időszakot. Tudom, hogy a történelmi definíció alatt nem feltétlenül a kínzó eszközök meglétét értik, de szerintem ez is hozzátartozik ahhoz, hogy egy nem feltétlenül jó időszakként emlékszünk vissza rá. Végezetül pedig kíváncsi lennék arra is, hogy szerintetek melyik volt a legbrutálisabb kínzóeszköz e közül a 10 közül, amit soha nem látnátok szívesen még a rémálmatokban sem. Írjátok meg kommentben, és azt is, hogy miért. Én köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam, hisz tudjátok jól. Sziasztok!